A folytatásban sport, nálunk is olimpia, büszkék lehetünk a magyar sportolók eddigi riori szereplésére. Az éremtáblázatban 4 arany, 1 ezüst és 1 bronz a magyar termés eddig a nyári ötkarikás játékokon. Pénteken nyíregyházi sportolónak, Hellebrand Máténak szurkolhatunk 20 kilométeres gyaloglás versenyszámban. A helyi kötődésű sportolókra büszkék vagyunk, több év távlatában is vendégül hívtuk Szabó Ildikó távolugrót, aki 40 évvel ezelőtt Montreálban távolugrásban versenyzett. Jó estét kívánok! És H.S. Zsigmond sportszerkesztő kollégánk a vendégünk, aki tágra nyílt szemekkel nézi az olimpiát azóta, amióta elindult. Üdvözöllek titeket! Tehát egészen más azért itthonról végig szurkolni és végignézni az olimpiát, akár már így, vagy profi versenyzőként, vagy volt olimpikonként is, mint amikor valaki kin van abban a szituációban 1976, tehát Montreál milyen volt? Hát nagyon szomorúan nézem, mert eszembe jutatja, hogy már nem vagyok fiatal, és milyen jó lenne még most is ott lenni. Én is figyelemmel kísérem éjszakákban nyúlóan az eseményeket, és teljes mellszélességgel szurkolok a magyar sportolóinak, hát a külföldieknek is, de a magyaroknak különösen. Hát nagy élmény volt Montreál, így 40 év távlatából, tehát nem lehet azt elmondani, leírni, hogy mennyire nagy hangulata, olyan örömérzéssel van kint az ember, hogy más, jó, minden versenyen így van az ember, de egy olimpia az mindenképpen egy olyan élmény, hogy aki nincs ott, vagy sose volt a közelébe, sen csak a tévéből nézi, a tévé az nem adja vissza, sokat visszaad, de azt az élményt azt nem, ami ott személyesen megtapasztalva. Ötödik lett akkor, mi meg igen, tudjuk mutatni az ugrását is, hogy hogyan és mekkorát ugrott, viszont nagyon kevésen maradt le a dobogós helyezésről. Milyen érzés volt ez utána? 1 centi. Igen. Annyi. Akkor igazából fel se fogtam. Én úgy mentem ki az olimpiára, hogy kerüljek döntőbe. Tehát ez volt a cél. Semmilyen érmes esélyt én tőlem nem vártak. Szerepeljek jól, hozzam a legjobb formámat. Sikerült a 12 közé, és utána a 8 közé bekerülnöm, és onnan már egy happening volt tulajdonképpen, mert én belülről éreztem azt, hogy én teljesítettem azt, amiért ide kikerültem, és az eredményem se volt rossz, tehát 659 cm. De aztán, amikor vége lett a versenynek, akkor szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen az 1 centi, az mennyi mindent jelentett volna az életembe. És utána volt rajtam egy ilyen szomorúság, és nem beszélve arról, hogy egy utolsó ugrásom volt, a 6. ugrás, ami egy nagyon nagy ugrás volt. Tehát külső szemlélők, akik nézték, illetve sporttársaim, vezetők, meg a tévé is, hogy egy 7 méter fölötti ugrás volt, aminél észrevehetetlen belépést állapítottak meg a versenybírók, és ez utólag így elszomorít, hogy tulajdonképpen lehettem volna akár első is. Ugye ma délelőtt beszéltünk egy-két szót Imre Gézáról, aki ezüstérmes lett tegnap, és nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy aranyérmes legyen. Ez milyen pszichikai megterhelést okoz ott kín egy sportolónak, illetve tud-e úgy örülni önfeledten az ezüstéremnek? Igen, hát azt mondják, ezt ő is mondta, hogy ezüstérmes lesz, akkor előre aláírta volna, viszont annyira közel volt, ezt talán Ülik az előbb elmondta, hogy mennyi múlik, hogy ő is azt mondta, hogy 40-50 év kell, ha él addig, hogy feldolgozza, ha egyáltalán fel tudja ezt dolgozni. Ráadásul egy olyan országban élünk, ami köszönhetően annak, hogy gazdagok vagyunk sportsikerekben, csak az aranyérmet jegyzi meg, és még talán azt mondhatom, ez teljesen nem igaz, hogy becsüli meg, mert megbecsülnek minden eredményt, de igazándiból csak az aranyérmesek, pont Ildikóval beszélgettünk műsor előtt, hogy
Montrealban volt 4 aranyunk, 5 ezüstünk és 13 bronzunk. A 4 aranyra emlékszik mindenki, hiszen Tordas Ildikó, Viva, vízilabda csapat, Németh Miklós és Magyar Zoli, de az ezüst és a bronzérmesekre gyakorlatilag senki. És még a másik az, hogy azért már Magyarországon jó ideje, anyagilag is megbecsülik az olimpiai érmeseket, 35 éves koruk után életjáradékot kapnak, ami azt hiszem nettó 220 ezer forint talán az arany, és csökken a bronz és az ezüst és a bronz után kapott, a több érem van, akkor hatványozódik, tehát gyakorlatilag egy éremmel akár a hátralevő életére megteremtheti az egzisztenciáját Magyarországon egy sportoló. Arról nem is beszél, hogy azt talán már hallottuk, hogy Hosszú Katinka úszóklubot alakít, ha most egy olimpiai bajnok bármilyen sportágban egy kis egyesületet, egy klubot, vagy bármit alapít, akkor ott a neve hívószó, hogy manapság mondják, egy rendet fel tud építeni. Így van. Mennyivel változik, vagy mennyiben változik, ugye azt látjuk, hogyan fejlődik a technika, a technológia, akár az információ áramlás tekintetében, vagy ugye itt, ugye, ha pontosabban mérnek, ma már ez nem történhet meg, hogy az az egy centi, vagy az a fél centi nem, nincs ott. Tehát, hogy ugye nyomon követitek folyamatosan az olimpiákat, miben láttok kiugró fejlődést? Igen, te ott voltál, megnézed, úgyhogy te autentikusabb, hát Montrealban már azért 76-ban is gondolom olyan dolgokat találkoztatok, ami nem volt, bár akkor is még vonalas telefonról lehetett hazaszólni, gondolom. Így van. Hát akkor még csak a beérkezésnél az eredményt olvasták le, ilyen, hát nem lézer volt, hanem ilyen műszerrel, de viszont az elugrás azt nem. Mai technikában pedig már lézerrel azonnal meg tudják állapítani, hogy valaki belépett akár egy millimétert is. Tehát ilyen probléma, mint ami nálam lett, hogy végül is egy perc múlva döntötték el, hogy beléptem. Tehát ilyen ma már nincs. Időmérésnél, részidőmérésnél minden technikai megoldás az mai világban hát már igen, sokkal rengeteg csippel, így van, lépésmérővel, kamerával. Pontosan, tehát ez egy nagyon nagy... Hát gyakorlatilag a technika fejlődésével, így a van. A televíziós technika is azonnal sok minden, igen, a sportnak köszönhetően fejlődött oda, hová most már kamerák tucatjai vannak, egy úszóversenyen is, egy futball, egy kosárlabda meccsen, tehát semmiről nem maradnak le, és ez gyakorlatilag folyamatosan fejlődik. Így van. Egyébként infrastruktúrális viszonyokat, hogyha megnézzük egy olimpián, ugye feltételek adottak, most nagyon sok mindent hallunk Rióról egyébként. Igen, de ez szerintem helyspecifikus, mert gyakorlatilag egy olimpiai falut felépítenek, és az első igazi talán a müncheni volt, mindig egy picit a kor előtt járnak, tehát a létező legjobbat, sőt, amit még akkor fejlesztenek ki, próbálják beépíteni mindenbe. Hozzá kell tenni, hogy itt azért el kell szállásolni 10,5 ezer szurkolót, 10,5 ezer újságírót, edzőket, tehát gyakorlatilag egy kisváros kell felépíteni. Na most annak idején is hallottuk, hogy például az úszók, Harita Jendriség panaszkodtak arra, hogy szűkek voltak az ágyak, nem volt jó a 40 évvel ezelőttről beszélek, pedig te ott voltál, le tudod erősíteni. Többen voltunk egy szobában, ha jól emlékszem, akkor 4-en vagy 5-en, és hát nem volt egy nagy valami. Az étkezde az elfogadható volt, de kicsi, tehát volt, amikor sorba kellett állni. A biztonsági dolgok azok már München után nagyon meg voltak szigorítva, tehát mi szerettünk volna azért egy-két sportársunknak az eseményeire bemenni, ahova nem tudtuk ezt megtenni, mert külön akkreditációs kártya kellett mindenhova, tehát mindig valamelyik vezetőtől, ha esetleg szerettünk volna nézni egy-egy ilyen eseményt, akkor elkértük a kártyát, és azzal tudtuk megnézni. Távolságok ott is voltak. De amúgy magával a elhelyezésünkkel szerintem nem volt semmi gond. Meg az az igazság, hogy a
elvárások is változnak, luxus körülményekre nem törekszenek. Hát, amit a néző lát, a versenyző az, hogy a versenypálya, az uszoda az legyen rendben, lelátók rendben legyenek, teljesen normális helyen lakjanak a versenyzők, de költségek vannak. Londonban például 5-szöröse volt az olimpia rendezési költség az előzetesnek, bár van, aki megoldja, ez is pénzkérdés, az amerikai kosárlabda válogatott egy luxus hajón lakik jóban, és nem az olimpiai faluban. Ez volt a probléma, hogy rövidek voltak az ágyak. Hogyha egy picit visszatérünk, hogy ugye augusztus 25-én mi minden fog történni, aztán minden nap fogod figyelni, azt mi tudjuk, meg gondolom, és gondolom azt is, hogy Ildikó pedig a magyar atlétikai teljesítményeket figyelemmel kíséri. Milyen esélyeket, vagy esélyeseket lát? Hát... Atlétikában? Igen, akár atlétikában is, de aztán majd a többi versenyszámot mondott te. Van egy olimpiai címvédünk, Pars Krisztián, viszont műtét után van, ő gyakorlatilag ki tudta harcolni az indulás jogát, de valószínűleg csak ott lesz. Nem sok esély. Még van egy súlydökünk, Márton Anita. Aki... Igen, hát Anita még esetleg ott lehet az élmennyezőnyben, de én őszinte leszek, más nem nagyon... Hozzátéve, akkor is voltak szintidők a te idődben, viszont mondtam, hogy limitálva van 1500 sportoló, mert lényegesen nehezebb most kijutni egy olimpiára. Elég, ha csak azt mondom, hogy Montrealban kevesebb, mint 100 csapat indult, 100 ország, most 200 fölötti. És tehát aki már ott van, és a visszacsatolva arra, hogy csak az aranyat becsülik sokan, az már egy óriási teljesítmény, hiszen gondoljunk el, 4 éve van egy olyan világesemény. Ha most azt nézzük, az ország vagy a világ összes sportolója közül 10.500-an ott, és több 10 millió sportolóról beszélünk, ide kellett jutni. Igen, és várom még azért, hogy elmond a nyíregyházi kötődésű péntegen induló helyben Mátét. Máté 32. volt Londonban, ő akár mennyire furcsán hangzik, 27 évesen ebben a sportágban még fiatal. Most az első 20 közékerülést tűzte ki célként, és azt mondta, azt eléri, és egy jó idő gyalogol, akkor elégedett lesz. Benne még akár 2-3 olimpia is benne van. Jó, pénteken szurkolunk neki, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, eljöttetek.